oktatói és városunk ismert és elismert zeneművészei. Az első műsorszám egy orgonamű lesz, Siegfried Karg Elert, ein Siegesgesang Israels, Izrael népének győzelmi éneke. Karg Elert a 19-20. Század fordulóján élt német zeneszerző volt talán az egyetlen, aki egy különleges hangszerre, a mesterharmóniumra is komponált műveket. 1921-től rendszeresen játszott 3-3 harmónium darabot vasárnap reggelenként a rádióban, melyet a lakásával közvetítettek. Egy anekdóta szerint a hallgatóság egy idő után megelégelte, hogy csak a saját darabjait játssza a rádióban, és bepanaszolták a szerkesztőségbe. Karg Elert különbségét bizonyítja, hogy válaszul, más zeneszerzők stílusával játszik ugyan, de továbbra is a saját műveit. Ekkor született a 33 portré című gyűjtemény, amely 33 karakterdarabot tartalmaz, különböző zeneszerzők stílusában megkomponálva. Ebből a gyűjteményből halljuk most a Handel stílusjegyeit magánviselő darabot orgonára átdolgozva, amelynek mottójából a most énekelt 150. Zsoltár szavait választotta a zeneszerző: Lobet den Herr mit Pauken und Zimbern schön, dicsérjétek az Urat dobokkal és cintányokkal. Következik tehát Siegfried Karg Elert, Izrael népének győzelmi éneke, Homás Amhendel. Jakab